A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke otthonában fogadott bennünket. Beszélgetésünk apropója a közelgő nőnap. Én Felvidékről származom, Komáromban születtem, és ott is jártam a gimnáziumot, és aztán a Rákóczi Szövetségnek a jóvoltából egy tanulmányi ösztöndíj kapcsán a továbbtanulásomat, tehát az egyetemi diplomámat azt már Mosonmagyaróváron az Agrártudományi Egyetemen szereztem, és szakmérnöki diplomát is szintén Óváron kaptam. Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy hogyan kerültem Szekszárdra mindezek után. Engem egy szerelem hozott ide ebbe a városba, Szekszárdra, aztán ez sajnos megszakadt, utána jött újabb kapcsolat, és én itt maradtam. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az egy nő számára, hogy egy megbízható, erős társ legyen a háttérben, aki, hogyha kell, akkor támogat. És azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés vagyok ennek a kapcsán, mert a jelenlegi párom pont ilyen. Mindenben támogat, mindenben mellettem van, és ugye az én munkám azért eléggé mozgós, rendezvények, vagy mi szervezünk rendezvényt, vagy én megyek rendezvényre, tehát azért nagyon sok mozgással, utazással jár, úgyhogy ő nagyon megértő ilyen szempontból, és tényleg még akár a háztartásba is besegít. És hát mi ugye egy kis mozaik családként működünk, neki van két kisfia, akik hála Istennek nagyon intelligens, nagyon-nagyon jóra való gyerekek, és az első perctől elfogadtak engem, és hát én is nagyon-nagyon szeretem őket. Én nagyon szerencsés voltam abban a tekintetben is, hogy amikor ide Szekszárdra kerültem, akkor az én első munkahelyem az Agrárkamara volt. Természetesen ennek a jelenlegi kamának a jogelődje. És én ott kezdtem el dolgozni, végigjártam a ranglétrát. Hát azért volt egy pár év kitérő, egy kis egyéni vállalkozás és közigazgatási kitérő. 2014 óta vagyok ismét az Agrárkamaránál, úgyhogy most már 10 éve. Először, mint megyei igazgató, és utána most megtisztelt a Magosz és második alkalommal jelölt a vármegyei elnöki pozícióra, úgyhogy ezt töltöm be most jelenleg. Az igazság, hogy a pályám elején én is éreztem azt, hogy nőként azért sokkal jobban meg kell dolgoznunk, hogy elismerjenek, de mostanra már azt gondolom, hogy ilyen probléma nincsen. Tehát teljes egészében elismernek úgy a szakmán belül, mint itt a városon belül, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Véleményem szerint egy női vezetőnek lehet, hogy a felelősségvállalás az még inkább hangsúlyos feladat, és én azt gondolom, hogy a női vezetők azok sokkal inkább megértőek, empatikusak, lojálisak, úgy a munkatársakkal, mint az üzleti partnerekkel szemben, és én is ezt az elvet vallom, úgyhogy én se főnöknek érzem magam, hanem inkább vezetőnek. Azt hiszem, hogy itt a két fogalom között a minőségi különbség az érezhető, úgyhogy mindenképpen ennek a szellemében vezetem én a kis csapatomat. Mezőgazdaságban dolgozó körülbelül 30%-a nő, és hogyha azt vesszük, hogy a gazdaságok vezetői hány százalékban képviseltetik magukat a hölgyek, az is körülbelül ez a 27-30%. Ugye mivel Magyarországon a mezőgazdaságunk az a családi gazdaságukra alapozott mezőgazdaság, a hölgyek azok a család révén mindenhol ott vannak. Tehát a háttérmunka, még hogy a férfi is vezeti a gazdaságot, a háttérmunkában, az adminisztrációban a hölgyek folyamatosan ott vannak. Női vezetők még szerintem annyiban is többek, mint a férfi vezetők, hogy mi nők döntési helyzetekben nagyon sokszor használjuk az intuícióinkat, és ez szerintem nagyon fontos, és nagyon jó döntéseket sugalnak nekünk az égiek. Úgy is szoktuk kiválasztani a kollégákat, hogy a szakmaiság is rendben legyen, és ne csak jó szakember legyen az a kolléga, hanem jó ember is legyen. Tehát, hogy be tudjon illeszkedni a mi kis csapatunkba. Tegnap is rendkívül, nem is 30 kilométert kerékpároztam,
Úgyhogy amikor csak tehetem, hát most már tényleg gyönyörű szép idő van, nagyon-nagyon korai a tavasz, meglátjuk, hogy még mit hoz majd ez az év, de hogyha tehetem, akkor én a friss levegőn vagyok, és nagyon szeretem. Ugye páromig családi házban laknak, tehát ott most már lassan indul a kertészkedés, palántázás, paprika palántáim is már nagyon szépek, paradicsomok is kelnek, tehát mi, amit tudunk, meg is termelünk magunknak. Tehát nagyon férfias világban élünk, és néhány szituációban azért nekünk, hölgyeknek nehéz a női minőséget megmutatni, és én most, hát így nőnap alkalmából azt üzenném a hölgytársaimnak, hogy ne csak otthon, a családon belül, hanem tényleg a hivatásunkban, a szakmánkban is mutassuk meg ezt a női minőséget, ne akarjunk úgy működni, mint a férfiak, mert egy nőnek a lelke azért teljesen más, mint egy férfinak a lelke.